A 2022-es magyarországi országgyűlési választásokon részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező személy, így a romániai magyarok is, ha a személyi adataik napra készen szerepelnek a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra. Nagy Zoltánt, az Eurotrans alapítvány elnökét köszöntöm élőben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kolozsvári televízió nézőit. Tehát az Eurotrans alapítvány segít a regisztrációban, a személyi adatok aktualizálásában. Hogyan? Igen, ez az őszi kampányunk gyakorlatilag a tavaszi adatfrissítési kampányunknak a folytatása. Azt kell tudni, ugye, hogy levélben szavazhatnak az Erdélyben élő magyar állampolgárok, ehhez meg előzőleg regisztrálni kell. Na most a 2013 óta lehet regisztrálni. Az emberek általában arra nem emlékeznek, hogy regisztráltak-e vagy sem, arra igen, hogy szavaztak az elmúlt választásokon. És nagyon fontos, mert az elmúlt években ugye felnőtt egy négy generáció, aki betöltötte a 18. életévét, és regisztrálnia szükséges ahhoz, hogy részt vehessen a választásokon, illetve érinti a regisztráció kérdése mindazokat, akiknek változás állt be a személyi adataikban. Tehát akinek megváltozott a lakcíme, a neve, az egy anyakönyvezési eljáráson keresztül módosítja ezeket az adatokat, és ezzel párhuzamosan, ettől függetlenül a választási névjegyzékben is el kell járni, hogy módosítsák ezeket az adatokat, mert a levélszavazat vagy a rossz címre érkezik, vagy a rossz névre érkezik, ezáltal pedig a választópolgár nem élhet a szavazási jogával, hogyha nem jut el hozzá a levélcsomag. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a személyi adatok aktualizálva vannak-e? Hívjuk fel most a nézőink figyelmét arra, hogy hogyan ellenőrizzék, illetve hol kereshetik fel önöket? Felkereshetnek minket telefonon, zöld számon, az alapítvány honlapján, az eurotransalapítvány.ron, rajta vannak a területi irodáinknak az összes elérhetősége, illetve egy tájékoztatót a regisztráció.ro honlapon találnak, ahol lépésről lépésre elmagyarázzuk azt, hogy hogyan történik az adatoknak a módosítása és a választói névjegyzékbe való bejegyzése. Tehát az Eurotrans alapítvány munkatársai ingyenesen segítenek tulajdonképpen az iratcsomó összeállításában, így van? Igen, ingyenesen segítünk. Hát elsősorban honosításhoz kell egy iratcsomó. Ugye a fordításban és fénymásolásban, az adatlap kitöltésében segítünk. A regisztrációban azt szükség egy gyakorlatilag a magyar személyazonossági igazolvány adataival az állampolgár is el tudja végezni online ezt a műveletet, de mi is akár telefonon be tudjuk vezetni az adatait, hogyha megadja a felhatalmazást erre. Nagyon fontos még az is, hogy a regisztráció alkalmával jelezzük, hogy hova kérjük a levélcsomagot, tehát magát a szavazó lapokat, és az elmúlt években gyakori példa volt, hogy többen a külképviseletekre kérték, és utána pedig csodálkoztak, hogy nem kapják meg otthon. Tehát felhívjuk arra is a figyelmet, hogy aki nem emlékszik arra, hogy melyik címet írta be levelezési címnek, ahova kérte a levélszavazatot, az akkor inkább frissítse a regisztrációs űrlapját. Tehát azt mondják önök, hogy előre meghirdetett helyszíneken végzik a munkájukat, amelyekről előzetesen értesítik az adott települések lakosságát. Na már most több az idősebb lakos is, akinek esetleg nincs internet hozzáférése, vagy nem követi olyan ügyesen interneten keresztül az adatokat, őket hogyan érik el, hogyan értesítik? Együttműködünk az egyházakkal,
polgármesterekkel, hogyha van, és gyakorlatilag önkéntesek is végigjárják a falvakat. Ez elsősorban vidéki településekre értendő, ahol bejelentjük előre, hogy konzuli napot tartunk, vagy pedig az alapítvány munkatársai szállnak ki, és feldolgozzák az iratokat, és elkészítik az iratcsomókat. Tehát azért mondjuk el azt is, hogy 2021 első felében, tehát több mint 170 konzuli napot és 800 kiszállást szervezett az Eurotransz alapítvány, és rengeteg honosítási kérelem is érkezett, hogyha jól tudom. Önökhöz. Igen, mert a tavalyi évhez képest, amikor ugye a koronavírus helyzet miatt igazándiból online tevékenykedtünk, gyakorlatilag a Magyarország két képviselete, a Csíkszereda és a Kolozsvári is voltak olyan időszakok, amikor nem jártak itt terepre. Az idén azért a járványhelyzet megengedte, hogy elsősorban a zöld vagy sárga besorolású településeken meg tudjuk tartani tájékoztató kampányunkat, és a tavalyi évhez képest valóban sokkal többet voltunk kint az idén vidéken, több mint 800 alkalommal, és a két konzulátussal közreműködve közel 170 konzuli napot is szerveztünk. Ugye ezek azok a napok, amikor a konzulátus átveszi az eredeti iratokat tartalmazó iratcsomót, illetve 8000-re tehető azoknak az igénylőknek a száma, akik élni szerettek volna, hogy felvegyék a magyar állampolgárságot. Azt tudni kell, hogyha valaki élni szeretne a jövő áprilisi országgyűlési választásokon, akkor még ebben az évben igényelnie kell a honosítást ahhoz, hogy teljes jogú magyar állampolgárként jövőben tudjon szavazni. Nagy Zoltán, köszönöm szépen, hogy időt szánt ránk. Köszönöm szépen a meghívást.